55 ezer diák és 55 ezer tanár kap saját használatra hordozható számítógépet az államtól. A következő néhány hétben mától viszik ki az iskolákba a gépeket, van, ahol már meg is kapták. Csak nem 34 milliárd forintot költ erre a kormány, és ez csak az első ütem, mert 4 év alatt nagyjából 200 milliárd forint jut erre a célra. A tervek szerint 4 éven belül minden felsős tanuló, illetve gimnazista kap majd számítógépet, ha ezt kérik a szülei. Sorakoznak egymáson az új, még bontatlan hordozható számítógépek. Több mint 700 darabot kapnak a Nógrád megyei iskolák. A Salgótarjáni Bolyai János gimnázium az elsők között kapta meg az új eszközöket kedd délután, és azonnal el is kezdték kiosztani a szülőknek. Ezeken a diákok mostantól otthon is tanulhatnak. Nagyon nagy segítséget kaptunk ezzel a kormány részéről. Én személy szerint is nagyon örülök, hogy a 9. évfolyamos tanítványaink ilyen kiváló géphez juthatnak, hiszen ma már a digitális világban ez nélkülözhetetlen. Tanulmányaik során is nagyon jól fogják tudni majd ezt a gépet használni. A következő hetekben 120 ezer darab hordozható számítógépet oszt szét az országban a Klebelsberg központ, mintegy 34 milliárd forint értékben. 5. és 9. diákok használhatják majd ezeket. Ezen kívül olyan robotokat is kapnak majd az intézmények, amelyek növelik a gyerekek kreativitását. A programnak a célja a magyar köznevelés digitalizációja. Pedagógusok, illetve tanulók számára adunk olyan eszközöket, amelyekkel hozzá tudnak férni bármilyen tananyaghoz, bármilyen olyan tartalomhoz, ami az oktató-nevelő munkát eredményesebbé teheti. Idén mintegy 1200 település 3570 intézményébe kerül a számítógépekből. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere emlékeztetett, a kormány 2016-ban indította el Magyarország digitalizációs programját. Ennek része a köznevelés digitalizálása is. Egyszerűen azért, hogy a köznevelésből kikerülő diákok megfelelő kompetenciával rendelkezzenek ahhoz, hogy az élet korszerű viszonyai között megállják a helyüket, és képesek legyenek arra, hogy fejlesszék ezen a területen ismereteiket, képességeiket egész életükben. Az informatikai fejlesztések folytatódnak az iskolákban. A következő 4 évben 200 milliárd forint értékben 565 ezer diák és 55 ezer pedagógus kap új hordozható számítógépeket.